Sziasztok! Ma a testbeszédről lesz szó. Kezdjünk egy idézettel. A legfontosabb a kommunikációban meghallani azt, ami nem hangzott el. Peter Drucker. A nonverbális kommunikáció hihetetlen sok információt mond el arról, hogy a másik mit gondol, vagy mit érez veled kapcsolatban. És ki ne akarna olvasni a másik gondolataiban? Most pont ez az, hogy a kommunikáció az nem egyenlő a beszéddel. Igazából nem csak abból áll. Megvan a Randy gurúnak a kb. Első jelenete, ahol ugye narrálva Will Smith elmondja Hitchként, hogy a kommunikációnak a 60%-a az, amit nem mondunk el, 30%-a a hangsúly, és igazából kevesebb, mint 10% csak a beszéd. Ezen érdemes elgondolkozni. A sikered nagyban meghatározza azt, hogy hogyan kommunikálsz a másikkal. Hogyha képes vagy felismerni a másiknak a motivációját, olvasni, hogy mit miért mond, hogy milyen szavakat használ, milyen jelképeket használ, és ezeket megfelelően alkalmazod, akkor már félig nyert ügyed van. A kimondott szó mellett ezeket is értelmezned kell. Rengeteg tanulmány bizonyítja azt, hogy akik ezt elsajátítják és képesek használni, azokra mondják azt, hogy sármosak, vagy éppen, hogy karizmatikusak. Ők a metakommunikációnak a mesterei. És miért ne váljál te is azzá? Sziasztok! Én Szántó Péter vagyok, és a csatornám életében először napi vlogolok, ez az utolsó előtti adás, és mindez azért történt, mert a HVG könyvek kiadta a könyvemet, amit Válj valóra címmel kereszteltünk el. Ez szeptemberben történt meg, és úgy gondoltam, hogy minden fejezetről csinálok egy napi vlogot, hogy aki mondjuk még nem vette meg, vagy szereti a videós tartalmakat, kapjon ebből valamilyen impulzust, és amúgy nem csak a könyv az apropó, hanem ebből csináltam online képzéseket, és a lájgomb alatt amúgy a könyv rendelési linkje és a kurzusok linkje is megtalálható, de amúgy bármelyik könyvesboltba bemész, ott van a könyvem az ilyen üzleti menedzsment könyvek között, nagyon szuper. Ma ugye a testbeszédről fogunk beszélni, jöjjön az intro, kezdjük el! NLP, neurolingvisztikai programozás. Ezzel a tudatalattidnak egy olyan szintjeit tudod feltérképezni, amiről azt se tudtad, hogy létezik. Gondolj csak bele, hogy a tested mennyi mindent tesz érted, annélkül, hogy erre figyelned kéne. Ez teljesen tudatalatti, rutinszerű. Hogy konkrétumokba menjünk, kezdjük a tonalitással. Ritu Gaturé, remélem jól mondom. Ő mondja azt, hogy a konfliktusoknak csupán 10%-a származik véleménykülönbségből, és 90%-a abból jön, hogy milyen hangsúllyal, vagy milyen kifejezésekkel, nonverbális kommunikációval vagyunk interakcióban a másikkal. Hogyha jó barátok van vagy, akkor biztos emlékszel arra a jelenetre, amikor Joynak egy női lakótársa van, és kb. Tényleg nővé változik, és Chandler átmegy hozzá, és így elkezdi ezt mondani neki éppen a Joy valamilyen virág csokrot köt, vagy nem tudom, és ugye a Chandler elég erősen leteremti, mire a Joy megsértődik rá, és így nézve a Chandler, hogy most megbántottalak? És így ül a Joy, hogy nem az a baj, amit mondtál, hanem ahogy mondtad, és egyből így ezután rájön, hogy úristen, egy nő vagyok. Hát, ez az. Now I've upset you? What did I say? Not what you said, it's just the way you said it. Oh my God! I'm a woman! Úgy érdemes nézni, mint ahogy a zenében mondjuk a felpörgetést, a kiállásokat, az egyes hangeffekteket használjuk, ugyanis például amikor van egy kiállás, és már alatta valami így érezzük, hogy pörög fel, akkor tudjuk, hogy valami durva fog jönni. Hát ugyanúgy érdemes használni a hangunkat is, de erre majd a lifehackeknél jó pár tippet fogok mondani. Most beszéljünk a szemkontaktusról. A másik kedvencem a szemmozgásoknak a kontextus alapján való elemzése, hiszen ugye azt szokták mondani, hogy a szem a lélek tükre, és a szem az sosem hazudik. Talán neked is feltűnt már, hogy az emberek szeme mozog gondolkodás közben.
Ez egyáltalán nem univerzális, sőt, érdemes tanulmányoznod azt, hogy merre jár az embereknek a szem, amikor gondolkoznak, valamire visszaemlékeznek, vagy át akarnak verni. Ezekből a jelekből tudsz visszaolvasni bizonyos dolgokat és következtetni is. Itt is egy másik kedvenc sorozatomnak a példája, amikor Robinnak azt mondják, hogy nem tud hazudni, mert mindig egy ilyen hülye nevetése van, és nyilván ezt az egészet felnagyítják, de tényleg úgy, hogy dehogy nem tudok hazudni, jó, akkor mondj ezt meg azt, és így elkezd ilyen hülyén nevetni. Árulkodó? Testtartás és gesztusok. A testtartás az egyik legfőbb sugárzott jele a magabiztosságnak, de ezt nem szabad összekeverni az arroganciával. Az utóbbi egy fal, amit magunk elé húzunk azért, hogy távolságot tartsunk, míg a magabiztosság az éppen a magunkba vetett önbizalom, hogy merünk a világ felé nyitni, még akkor is, hogyha negatívumok érnek. Vegyünk egy példát, köztudott, hogy a keresztbe kulcsolt valamilyen végtagok, az negatív hozzáállás sugároz. És volt is egy ilyen kutatás, ahol 2000 tárgyalást figyeltek meg, és ahol az egyik fél ilyen negatív testtartás, magatartás mintát vett fel, egy sem sikerült és végződött pozitívan. Ezek alapján egy társasági eseményen nagyon könnyen kitalálhatod, hogy ki mennyire nyitott vagy zárkózott, kihez mehetsz oda, kivel érdemes beszélgetned, vagy mondjuk mennyire introvertált, és lesz nehezebb mondjuk kinyitnod, de erre is mondok néhány tippet. Itt még egy dolgot mondanék, ez pedig az egyetértés. Ha valaki túlzottan bólogat, az sokszor egy ilyen alárendeltséget vagy megfelelési kényszert tartalmaz, ezért te magadra vetítve figyelj arra, hogy amikor valakivel beszélsz és szeretnél vele szinkronban lenni, akkor attól még azt a szintet, azt a pozíciót tükrözze a testbeszéded, amit szeretnél, ahova szeretnéd magad pozícionálni, és ne úgy jöjjön ki, hogy te így egy ilyen bólogatós szamár vagy, és alárendeled magad. A rapport megteremtése. Hát ez igazából az egymás közti összhangnak a megteremtéséről szól. Induljunk el innen, és elmondom, hogy ezt nagyjából hogy kell értelmezni, de úgy látszik, ez egy ilyen sorozatos példás dolog, mert itt is van amúgy egy jó barátokos példa, mindjárt mondom is. A rapport vagy a rapportolás az maga az egyetértés művészete, tehát hogy hogyan kerültök összhangba. Szóval a következő jelent a jó barátokból, amikor a Ross látta a Rachel csókolózni a Monica és Chandler lakásába, és így átrohan, és így mondja Chandlernek, hogy úristen, láttad, hogy mit csináltok, mi történt? Oh! Na most Chandler így nem érti, és fogalmas sincs, hogy miről van szó, de hogy felvegye Rossnak a ritmusát, mondta, hogy oké, várj egy pillanatot. Láttad, hogy valaki, aki nem tudom ki, valamikor, amikor nem tudom, hogy mikor valamit csinált, ami nem tudom mi. És ugye felvette ugyanazt az ilyen nagyon pörgős, feltúrt hozzáállását, ami volt ugye a Rossznak. Hát pont erről szól a rapport, az összhang megteremtése, aminek amúgy három szintje van, attól függ, hogy ki hol van benne. Hey! Yeah, oh, yeah, okay, sure. Look, can we talk about what happened here last night? Sure, just give me a second to get all huffy and weird like you. Do you believe that whoever did something over here last night did what they did or didn't do? I mean, come on! Ahogy mondtam, ugye három szintje van, az első a követés, utána, hogy együtt mozogtok, majd az, hogy téged követnek le, tehát vezet. Na most a követésnél nagyon fontos a tükrözés, tehát, hogy letükrözöd a másiknak a gesztusait, viszont fontos, hogy keresztükröz, tehát, hogyha ő a szembe ül veled mondjuk, és felemeli a bal kezét, akkor te a jobb kezedet emeled fel, tehát letükrözöd azokat a mozdulatait, és ez is fontos, hogy nehogy ilyen baromi észrevehető legyen, hanem tényleg figyelj arra oda, hogy ezt az egészet egy kis késleltetéssel lazán csináld, és amúgy erre mondok mindjárt egy tippet, de vegyük át a másik kettő dolgot, mert hogyha már ezt megteremtetted, akkor el fog jönni, az biztos volt olyan, hogy ha valaki ásított, akkor te is ásítasz, vagy mondjuk iszogattok, és amikor a másik iszik, te akkor iszol, vagy fordítva. Ez azért van, mert egy hullám hosszon vagytok, és nyilván minél mélyebb ez a dolog, akkor az
azon a második ponton, amikor együtt mozogtok, de ha ráthangolódott a másik, akkor az a csoda történik meg, amikor te csinálsz valamit, mondjuk helyezkedsz a székedbe, vagy fordulsz, akkor a másik is fordul veled, mert annyira követ téged. És erre egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű kis trükk, egy egyszerű trükk az az, hogy a lélegzetét elkezded követni. Tehát egyszerűen, ahogy ő lélegez, vagy sóhajt, sőt még a tekintését hozzá variálod, akkor ezek által azt fogja érezni, hogy ti egy ilyen egy hullám hosszon vagytok, és nem csak próbáld azt, vagy hogyha mondjuk van egy társad, és fekszetek az ágyba, és ahogy átöleled, vedd fel az ő ritmusát, ahogy levegőt vesz. Egy ilyen nagyon meghitt, intim dolgot tud eredményezni az egész, és ezt amúgy bárkivel meg lehet csinálni, egy tárgyalás, egy networking szituációban, barátokkal, és már ez az észrevétlenül közös lélegzés is egy összhangot tud, egy egyszintű dolgot tud teremteni. Hát nem maradt más, mint a lifehack-ek. Lifehackből viszont most elég sok lesz, úgyhogy induljunk haza, és a szokásos helyszínről jöjjenek a lifehack-ek. Jöjjenek a lifehack-ek, most már itt van a nagy fény, látjátok ugye itt a sarokban is így bevilágít, meg hát háttérben. Én nagyon élvezem, de írd meg kommentbe, hogy tetszik ez a setup, vagy egyáltalán nem azt nem szoros, hogy milyen. Egy kommentet kaptam amúgy, hogy néha már túl el van mosva a háttér, lehet, hogy csak én, nekem a kattanásom ez a cinematikus dolog. De mindegy, lifehack-ek, tehát beszéljünk arról első körben, hogy amikor a testbeszéd egymás felé irányul, tehát két ember beszélget, akkor hogyan tudjuk affelé terelni, hogy még jobban csak egymásra fókuszáljunk, vagy nyilván vannak olyan beszélgetések is, amikor már inkább csak menekülnénk az egésztől. Három felé lehet osztani, hogyha teljesen megvan az összhang, és ezt szeretnéd a másikban ilyen tudatalatti, nonverbális testbeszédből leszűrni, akkor azt figyeld, hogy mennyire fordul oda hozzád. Nézni kell a fejed, a törzset és az egész testet. Hogyha úgy beszélgetek, mint ahogy én most ugye így a kamerának, vagy ha úgy tetszik, felét fordulok, hogy minden oda irányul, akkor egyértelműen teljes az összhang és totális nyitottság van. Ha csak félig van meg, akkor lehet, hogy a lábunkkal nem arra fele nézünk, viszont törzsben odafordulunk. Nyilván most nem látod a lábamat, de képzeld azt, hogy a lábam nem oda nézél, utána most így érezhető, hogy törzsbe viszont odafordulok, vagy mondjuk a törzsem mondjuk félig fordul oda, de a fejem meg teljesen rád néz. Aztán ugye vannak azok a beszélgetések, amikor úgy beszélgetnek emberek, hogy nem is fordulnak sem testben, sem törzsben, és fejben is csak néha néznek oda. Az a zárkózás. Na most, hogyha így indul el mondjuk egy networking eseményen a beszélgetés, akkor te is fontos, hogy ugyanúgy tükrözd, konkrétan ugye keresztükrözd, tehát hogyha ő másfele néz, te is néz másfelé, ha ő nem fordul teljesen hozzád, akkor mondjuk csináltod azt, hogy a lábad ugyanúgy kifele fordul, és egyfelé néz, de az ugye nem egymás felé van, hanem egy irányba néz távolra, és csak törzsben igyekszel hozzá fordulni, és próbálsz úgy kommunikálni vele, hogy ő is törzsben hozzád forduljon. Aztán szép lassan, hogyha ebből egy ilyen timelapse-t csinálnánk, akkor ugye mozogtok picit valahogyan, és aztán a végére ide kell jutni. Ha pedig egy olyan beszélgetésbe találod magad, amiből már menekülnél, az egyik legegyszerűbb mondja, hogy egyre jobban kimenjél ebből a párbeszédből, és a testtartásodban is ezt kommunikál gyakorlatilag. Na, nézzük, hogy mi a következő lifehack. Ha asztalnál ülsz, mint most én, valamennyire dőlj a beszélgető partnered felé. Ez már egy ilyen érdeklődést, odafigyelést eredményez, azzal szemben, mint hogyha így hátra lennél, és akár keresztbe kulcsolsz, másfele nézel. Ugye az odadőlés, az odafigyelés mind ezt sugallja, hogy akkor a másikra figyelsz. És hogyha valami nagyon különlegeset, fontosat szeretnél mondani, akkor beszélj halkan, mintha suttognál egy titkot, és pont tudatalatt ez a titok
érzés közvetítődik az egészben, hogy most nagyon kell figyelni, nem csak azért, mert halkabban beszélsz, hanem mert valami nagyon fontosat mondasz. Ha pedig fel szeretnéd pörgetni, vagy olyan, vagy a lelkesedésed szeretnéd átadni, akkor meg igenis fel lehet emelni a hangot, és dallamosan játszani vele, akkor meg az energiával tudod a másiknak a figyelmét rád irányítani és terelni. Még egy utolsó hack az pedig, hogyha mondjuk egy kávézóba vagy egy kisebb asztalnál tárgyaltok. Van egy jó játék, ezt nagyon régen mesélte nekem egy mentorom, hogy meg tudod azt csinálni, hogy így keresed a különböző tárgyakat, és azt elkezded a te előtted lévő résztől felé pakolni, és előtted nem lesz semmi, viszont előtte meg ilyen bezártság lesz. És ehhez egy plusz trükk, hogy érdemes mindig neked előbb érkezni a találkozóra, és beszélünk most egy étterem kávézós helyzetről, mindig te ülj a falhoz közel. Tehát ez azt jelenti, hogy ha van valami olyasmi, ami elterelhetné a figyelmét, akkor nem fogja. Mert ugye ő mögötted csak a falat látja, te meg látod az egész éttermet, a környezetet, de ő neki már csak az ülési pozíciójából is csak rá tud terelődni a fókusza. Ha erre még ezt a pakolási játékot megcsinálod, akkor neked óriási tered van, ő pedig be van zárva valahova, ahogy nem tud már más felé még jobban tudatalatt figyelni, mint hogy rád, és ezt érzi is kimondatlanul, mert ez nem úgy kell elképzelni, hogy most elkezdek és mindent oda pakolok így, hogy tessék, ott van, hanem szépen észrevétlenül, mondjuk egy negyed óra, 20 perc alatt mindent úgy pakolgatsz, a sótartót, a menüt, a italokat, valamit, hogy egy picit úgy közelebb hozzá, és aztán eléred, hogy te egy ilyen tágas térben vagy, ő meg bezárva. No, hát ennyi volt a lifehack és az utolsó előtti előadásnak. Előadás? Adás? Vlog? Bármi. Tehát ennek vége, holnap jön az utolsó fejezet, egy kis tárgyalás technika, úgyhogy ha ez tetszett és még nem vagy feliratkozva, mindenféleképpen nyomja feliratkozás gombra és mellette lájkolj is, de a csengőt is nyomd be, mert akkor az értesítés által nem maradsz le. Amivel segítesz nekem és ismerőseidnek is, hogyha ezt értékesnek tartottad, hogy küldd el valakinek ezt a tartalmat, oszd meg, ez egy win-win szituáció. És ha már a like gombot előbb mutattam, amit ugye nyom be, ott megtalálható a könyvemnek a linkje, amit kedvezményesen nálam meg tudsz rendelni, és még dedikálom is. És hogyha ez nem lenne elég, vagy még mélyebbre szeretnél ásni, akkor ott vannak az online képzéseim, szintén a like gomb alatt, ingyenesen is kipróbálható, de akár bele is vághatsz, a mély vízbe ugorhatsz, ugyanis van egy pénz visszafizetési garancia, tehát igazából sokat nem kockáztatsz. Jól esik még ezt mondani, remélem, hogy még találkozunk. Holnap jövök a következő videóval. Szia! Sziasztok!